Szeretettel köszöntök mindenkit a Phono Folk Selection konferencia második paneljén, és egyben a Phono Műhely podcastokon is, a közösségi felületeken is tudnak minket követni. Köszöntöm itt körünkben Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakmai vezetőjét és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docensét, akit azért hívtunk el, hogy egy online felületről adjon nekünk egy kis bemutatást. Ugye az előző beszélgetésben is beszéltünk már online területekről, globalizációról, hogyan lehet világgá kürtölni a saját kultúránkat és értékeinket. Engem most első körben, mielőtt belekezdenél, ha megengeded, az a kérdés érdekelne, hogy ugye a táncházak és a népzene, néptánc, ezek közösségi műfajok. Hogy te hogy látod, mind népzenészként, mind pedig oktatóként, hogy hogyan lehet ezt adaptálni az online felületre? Mennyire megy ez át itt? Mennyire megy át a lényeg? Hát én azt gondolom, hogy azokat a személyes élményeket nyilván nem lehet pótolni, amikor az ember ott van egy forgatagban, amikor táncol, amikor muzsikál. Mindamellett egyébként pedig hát már hosszú évek óta használjuk azokat a digitális felületeket, amelyek segítenek minket abban, hogy akár a zene, akár a tánc területén minél jobban elsajátítsuk ezt a szakmát, hogy így mondjam. Tehát a táncosok is már hosszú évek, évtizedek óta ugye legtüzetesebben, legalaposabban nézik azokat a táncgyűjtéseket, táncfilmeket, amik már a 50-es években elindultak, 60-as, 70-es években készültek. Ugyanezt elmondhatom a népzenészekről is, tehát mi is azokat a hangfelvételeket, azokat a videófelvételeket próbáljuk tanulmányozni minél behatóbb módon, amíg még lehetőségünk volt eljárni ezekhez az idős falusi zenészmesterekhez, táncos mesterekhez, addig persze személyesen is ezt megtettük, amióta sajnos már csak nagyon kevesen vannak közöttünk, azóta még inkább fölértékelődött a jelentősége ezeknek az archív felvételeknek. Ugye a Hagyományok Házában óriási archívum áll rendelkezésre, és a Folk Mi felületén is egy hatalmas anyag gyűlt már össze. Ez a felület, ez bárki számára elérhető. Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy mióta hoztátok létre, és kiknek szánjátok. Az is érdekelne, hogy esetleg a célcsoport ez egy kicsit más-e, mint az, aki mondjuk a Hagyományok Háza egyéb felületeit követi. Igen, hát aki most itt ülhetne és a leghitelesebben tudna erről beszélni, az Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója, aki most nem tud jelen lenni, de az egész Folk Music Education program ezt tőle indul el, és az ő cégével, a Polyphony projekttel belül hozták ezt létre. Az eredeti indítatása ennek az volt, hogy ugye a Miklós nagyon sok népzenegyűjtést végzett Ukrajnában, tehát ott terepen járt, ez nem csak a kárpátaljai részt jelenti, hanem bizony több ezer kilométerre onnan, ahol most nagyon súlyos harcok folynak. Ott is sokfele jártak, és hát ugye az ukrán népzene abból a szempontból mindenképpen nagyon különbözik a magyartól, hogy ott nagyon komoly hagyománya van a vokális, az énekes többszólamúságnak. És ezeket az idős embereket ültették szépen össze, és énekeltettek fel velük hagyományos dallamokat, amiket ők több szólamban énekeltek. De most ezt felvételről visszahallgatni, amikor hall az ember egy nem tudom, 5-6 szólamú éneket, akkor pontosan ki hallani, hogy ki melyik szólamot énekli, ez így elég nehéz. Úgyhogy a Miklósék ezt úgy kezdték el fölvenni, hogy külön-külön sávonként is meghallgatható mindegyik. Ilyen módon ott ül egymás mellett, nem tudom én, 6-8 néni, és akkor egyesével ki be lehet kapcsolgatni őket, és meghallgatni, hogy ki hogyan mit énekel. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon megkönnyíti azt, hogy ezt megtanulhassa valaki, akár szólamonként. És gyakorlatilag ezt a metódust adoptálták a Miklósék a magyar népzenére, hiszen ugye mi is szembesültünk azzal, hogy amióta ezek az idős mesterek nincsenek köztünk, és nem tudunk oda menni hozzá, és külön megnézni, hogy a hegedűben a díszítmény hogy van, igazándiból ezekre a felvételekre vagyunk hagyatkozva, amik néhol jobb minőségűek, néhol rosszabb minőségek, ugye Enikő említette az előbb itt az utolsóra gyűjtéseket, amik itt a Fonóban zajlottak 1997 és 2001 között, itt is rengeteg videófelvétel készült, de ezek alapvetően archiválták ezt a muzsikát, tehát nem volt sávonként lebontva, nem volt rá közelítve egy-egy hangszer, ami például a hangszeres tanulás nagyon megsegítené. Így indult el az, hogy hát akkor a magyar népzenei területen is legyenek ilyen felvételek, amelyek olyan technikai adottságokkal bírnak, olyan jó minőségűek,
hogy ezeket lelassítva is meg lehet nagyon jó minőségben nézni, szólamonként is meg lehet hallgatni, meg lehet nézni, illetőleg hát ebből kezdett kiépülni az a rendszer, hogy aztán ezeket a felvételeket majd lássuk el adatokkal, forrásanyagokkal, az eredeti gyűjtésekből kiválogatva, és így elkezdődtek ezek a felvételek. Ugye szerencsés az lett volna, hogyha olyan felvételeket tudunk készíteni, amikor ugyanúgy, hogy az utolsóra során idehozzuk vagy oda visszük a stúdióba a legjobb zenészeket, és akkor azokat szépen így felvesszük. De hát ugye ez egy versenyfutás volt az idővel, nagyon kevés ilyen muzsikus él már. Úgyhogy az a megoldás született, hogy hát akkor keressük meg, hogy a népzenei szakmában kik azok a kiemelkedő előadók, akik egy-egy zenét gyakorlatilag olyan szinten megtanultak már muzsikálni, olyan anyanyelvi szinten muzsikálnak, mintha akár csak egy adatközlő muzsikust hallanánk, és akkor ezeket a zenészeket kezdtük el szépen így összerakni formációkba, és általunk kijelölt zenei anyagokat, dallamokat szépen így feljátszatni velük. Ez a projekt nincs lezárva. Tehát ez ugye idén április 4-én bemutatta a Hagyományok Háza ezt a Folk Me projektet, és azóta is készülnek újabb és újabb felvételek, tehát ez a munka folyamatosan zajlik, folyamatosan újabb videók kerülnek föl a honlapra, sőt, aztán majd a jövőjéről is beszélnék egy kicsit, de hogyha lehetséges, akkor mutassunk bele egy pár dologba, jó? Igen, nézzünk bele. Na, akkor hát jelen pillanatban itt a Folk Me oldal, Folk Music Education, ugye a rövidítése ennek a Folk MI, ezen az oldalon, ez ugye interneten bárki számára nyilvánosan elérhető, hogyha valaki egy ilyen fölmegy erre az oldalra, itt egy bemutatkozást is láthat, ami kicsikét összefoglalja ennek az egész projektnek a lényegét, előzményeit, és ahogy látható, itt jelen pillanatban 134 találat van, tehát 134 ilyen felvétel van fönn. Ezek túlnyomó többsége revival, tehát magyarországi népzenei előadók által feljátszott zenei darab, bár ugye megkerestünk olyan idős mestereket is, akik még élnek, tehát vannak velük is felvételek, sőt, hát vannak nem magyar táncszerzenészekkel készült, nem magyar népzenét tartalmazó felvételek is. Most itt bele megyünk így találomra valamelyikbe, nem tudom én, itt nézzünk bele mondjuk egy felvételbe. Azt, hogy melyik tájegységeket választjátok feldolgozásra, ennek van valami tudományos tematikája, vagy pedig kapcsolódik esetleg a Hagyományok Háza programjaihoz, vagy bármi egyéb? Azt mondhatom, hogy igazándiból összeállt egy szerkesztő bizottság, egy olyan stáb, akikkel a képzeletbeli magyar nyelvterületet magunk elé vetítve, tehát megpróbáltuk úgy megtervezni a felvételeket, hogy lehetőleg minden tájegységről, vagy minden nagyobb tájegységről, minden hangszer típusból, minden fajta stílusból legyenek reprezentatív példák. Tehát ilyen módon ne csak a, nem tudom én, a hegedűsök találjanak maguknak csemegét, hanem ugyanúgy a furulyások, a citarások, vagy a dudások is. Na, itt nézzünk egy felvételt, nem is ezen az oldalon, hanem a másodikon. Már is nézzük. Így. Itt ugye látható, van dudás felvétel, van tekerős felvétel, van vonós, cimbalmos, nagyon sokféle felvétel van, és több különböző tájegységről. Igen. Na, itt van. Mondjuk rámegyünk erre a felvételre. Ez egy magyar becei pontozó lesz, itt látható magyar bece. Minden felvételnek van egy témafelelőse, ebben az esetben Lipták Dániel volt az. Itt látható a három kiváló muzsikus, aki jól ismeri a becei muzsikát, Vizeli Balázs hegedű, Mester László kontrázik és Havasréti Pál bőgőzik. Itt, ha rámegyünk, akkor meg tudjuk nézni a videót és meg tudjuk hallgatni természetesen. Thank you.
gyakorlatilag ezek azok a felvételek, amelyek egyébként adatközlőktől, tehát falusi muzsikusoktól is rendelkezésünkre állnak, tehát egy ilyen totál felvétel. Annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy nagyon sok esetben ugye a gyűjtéseken vagy nem teljes zenekar van, vagy valamilyen alkalmi felállás, vagy egy zenész, hogy mondjam, nem olyan szintű muzsikus, tehát bizony sok esetben ezeket rekonstruálni kellett, egy rossz akkord helyett a jó akkordot belefogni, egy dallamtévesztés helyett a jó formáját a dallamnak megmutatni. Tehát már ilyen szempontból is ez az oktatás szempontjából mindenképpen egy jó anyag. De hogyha most megyünk a részletekbe, akkor azt látjuk, hogy itt ezt meg lehet hallgatni sávonként is. És itt ugye már ennek már rögtön az az érdekessége, hogy meghallgathatjuk ezt egyben. De ha szeretnék kiemelni csak egy hangszert, például a brácsát, akkor meg tudjuk hallgatni, vagy a nagybőgőt külön. Ugye ezt már a, hogy mondjam, 30-40-50 évvel ezelőtt népzenei gyűjtéseken sajnos, mivel nem ilyen technikával vették fel, ezt nem tudjuk ugye biztosítani. Még érdekesebb, ugye itt szegmentálva is van a felvétel, tehát hogyha valaki itt látható, ha csak a második vagy a harmadik pontozó dallamtól akarja ezt hallgatni, akkor arra is van lehetőség. Még izgalmasabb a külön sávok, a szólamsávok, amik egy speciális kamera beállítással készültek, ami azt jelenti, hogy minden hangszerre vonatkozóan kitaláltuk azt, hogy mi az a pozíció, ami a legtöbb információt nyújtja egy-egy hangszernek a játékáról, és ilyen módon a legjobban segíti a tanulást. Tehát ahogy látjuk itt, mondjuk a hegedűt most külön megmutatom. Látható, hogy egy osztott képernyőről van szó, hogy a vonózást is tökéletesen lehessen látni, illetőleg a ujjak mozgását, a fogott hangokat is jól lehessen látni. Még izgalmasabb, hogy olyan technikával lett felvéve, hogy amennyiben ebbe belelassítunk, ugyanolyan minőségben tudunk hangban is és képen is információt kapni. Sőt, ezt még jobban le tudjuk lassítani, akár 25%-ra is, és akkor is nem egy szakadozott hangot vagy képet kapunk. Ilyen szintig le tudunk menni egy-egy hangszernél, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy pontosan mit is játszik az adott hangszeres. Ugyanezt vonatkoztatva a brácsára is meg tudom mutatni, vagy a bőgőre vonatkoztatva is meg tudom mutatni. További kiegészítmény, hogy minden egyes szólamot, ugye szólamról készült kottás lejegyzés, tehát akit esetleg a kotta tud segíteni, az itt pontosan látja, ez a teljes pontos lejegyzése ennek a felvételnek, amit a Vizeli Balázs itt ebben az esetben hegedült. Sőt, hát ugye, hogyha valaki szeretné ezt teljes partitúrában megnézni, akkor azt is itt láthatja. Tehát ilyen módon a felvételek kottás lejegyzése is elkészült, még nem az összesé, ezen is folyamatosan dolgozunk, hiszen nagyon nagy számú felvételről van szó. Ez óriási munka. És akkor még egy érdekesség, a negyedik fület is hagy mutassam meg, az pedig a források, hiszen ugye jogos volt talán az a kritika, hogy hát de miért a táncházzenészeket tekintjük példának, miért nem a falusi mestereket. Hát ugye erre már válaszoltam, hogy a falusi mesterek közül sajnos például a becei zenészek közül már nincsenek köztünk, egyet kivéve talán a Szántó Jánost, aki pont most kapott népművészet mestere díjat, de hát bandát már nem nagyon találni hozzá. Viszont ugye hát itt vannak azok az eredeti felvételek, amik az alapját képezik egy-egy ilyen felvételnek, tehát itt bizony meg tudjuk hallgatni az eredeti felvételeket is, amiket kigyűjtöttünk, ugyanazokat a dallamokat, vagy ugyanazoktól az előadóktól, akiktől tanulta a táncház muzsikus a felvételen szereplő dallamokat. Igen, ez az eredeti felvétele ennek a becei pontozónak. Satöbbi, satöbbi. Tehát ilyen módon lehet ezeket a felvételeket nagyon jól használni, és akkor most esetleg belemutatnék még egy másik felvételbe is, hogy lássuk, hogy például nem vonós hangszereknél
mondjuk itt van például egy másik felvétel, amiben cimbalom is van. Itt például látható, hogy például a cimbalom olyan szögből lett felvéve, ami a cimbalom játékosoknak lesz nagyon nagy segítség. Itt megint csak a külön szólamát halljuk ennek a gyergyói felvételnek. Tehát az volt a lényeg, hogy minél több információt tudjon kapni az adott hangszeren, aki szeretne tanulni és játszani. És ugye itt erről a felvételről van szó éppen, ez egy gyergyói csárdás és sebes csárdás. Amennyiben énekes is van a felvételen, tehát dal szöveg is van, azok is le vannak itt írva természetesen. És hogyha forrásokat nézzük, akkor itt is láthatjuk ugye, hogy különböző gyűjtésekből, különböző hangszeres dallamok, amelyek mögé vannak téve a felvételnek. A későbbiekben például ugyanide föltetjük azokat az eredeti videófelvételeket is, amelyek mondjuk egy-egy primásnak vagy egy-egy zenekarnak az eredeti gyűjtésén készültek valamikor 30-40-50 évvel ezelőtt. És hát ahogy mondtam, a felvételek folyamatosan bővülnek, tehát most jövő héten is lesz felvétel, múlt héten is volt felvétel. Ezeknek az utó gondozása, adatolása, lejegyzése, stb. Után ezek szépen mind kikerülnek a honlapra. Sőt, hát ha egy kicsikét még távolabbra tudunk menni, akkor még abba is belemutatnék, hogy ugye említettem, hogy nem csak magyar népzenei felvételek vannak. Például nézzünk egy szlovák népzenei felvételt, ez is halatlanul izgalmas. Például itt van Krucenát, raszlavicai Krucenát játszanak, szlovákiai táncházzenészek, szlovák táncházzenészek. És természetesen itt is ugye ugyanúgy meg lehet egy-egy szólamot hallgatni, egy belső szólamot mondjuk, ha csak a brácsára vagyunk kíváncsiak, hogy ezt hogy csinálják azon a vidéken. Sőt, ha kimegyünk esetleg a Kárpát-medencéből, akkor még onnan is tudok felvételeket mutatni, hiszen készültek olyan felvételek is, amelyek egyáltalán nem a közép-európai folklór részét képezik. Például ezek is ugyanúgy lassíthatóak, tehát azok a technikai paraméterek itt is jellemzőek, amiket az előző felvételeknél mutattam, illetve említettem, hogy ahol még voltak idős falusi zenészek, őket is megszólítottuk. Mondjuk itt ebben az esetben például a mezőbáldi prímás, illetőleg a nagysármási bőgős, és mivel a kontrás ott már nem él, egy erdélyi táncházzenész közreműködésével. Tehát ilyen felvételek is vannak a folkmű felvételek között. Ezek ott kint Erdélyben készültek, egy-egy ilyen körút során több tucatnyi ilyen felvétel elkészült. De ha már a falusi zenészekről beszélünk, akkor például érdemes megemlíteni azokat a moldvai felvételeket, ahol például, mutatom már is, ahol például itt látható, hogy sok felvétel készült Hodorog Andrással. Mindjárt nézem. Itt vannak például. Nézzünk olyat, ahol nem egyedül van, hanem Németh Laci társaságában. Tehát ilyen felvételek is vannak. Furulyásoknak is halatlan izgalmas. Ugyanígy itt a furulya is külön szólomban meghallgatható, lelassítható, és minden apró részletet lehet megfigyelni. És akkor még csak annyit tegyek hozzá, hogy egy kicsit a jövőt is előrevetítsem. Nem csak úgy bővítjük a felvételek számát, hogy további ilyen táncházzenészek által készített népzenei, tehát autentikus népzenei felvételekkel bővül a folkmi adattára,
hanem egyfelől városi cigányzenészekkel is készültek már az elmúlt hónapokban is, és most is folyamatosan készülnek felvételek. Ennek a bemutatása majd a jövő évben lesz, hiszen ez is ugye a hagyományos magyar népi, hagyományos magyar kultúra részét képezi, és hát ott is egészen elképesztő hangszeres teljesítmények vannak. De a folk mi hosszabb távú kifutásában hagyároljam el azt a tervet is, ugye, hogy ezt az egész metódust szeretnénk a néptánc, illetőleg a népi kézművesség területére is kivetíteni. Egyébként a népi kézművesség területén már készültek próbafelvételek, nem is egy, hanem több mint egy tucat. Ezt nem folk MI, hanem craft MI-nek fogjuk hívni, ahol egy-egy tárgy elkészítésének a bemutatását lehet nyomon követni, és hát a néptáncban pedig szintén hasonló, nagyon komoly perspektíva van benne, hogy lelassítva több különböző szögből, oldalról, előről, hátulról felvéve egy-egy táncos, hogy lehet minél aprólékosabban és minél precízebben úgy megvizsgálni egy táncosnak a táncát, hogy abból minél jobban meg lehessen tanulni a lépéseket. Lassan elengedünk, mert menned kell a Zene Akadémiára. Még csak azt kérdezném, hogy ezt teljesen ti találtátok ki, hogy volt valami előképe ennek? Létezik hasonló adatbázis máshol a világban, vagy ez saját know-how? Én azt tudom erre mondani, hogy ez egy alapvetően egy teljesen új fejlesztés, ami a technikai keretrendszert érinti. Tehát Miklósnak az elmúlt hónapokban több olyan prezentációja is volt, nem csak Magyarországon, hanem számos külföldi folklor fesztiválon, egyetemen, tehát olyan fórumokon, ahol bemutatta ezt, és hát ennek ugye az a másik, erőssége, hogy ugyanez a rendszer, ez teljesen adoptálható akár a, nem tudom, egy afrikai zenekarra vonatkozóan, vagy teljesen más kultúrára vonatkozóan is. Ugye az, hogy ugye mi az eredeti felvételek alapján igyekszünk rekonstruálni ezt a muzsikát, ezt a táncot, ez itt Magyarországon a táncház mozgalomnak következtében ugye már több mint 50 éves múltra tekint vissza, de azt, hogy ezt ilyen technikai minőségben tudjuk megtenni, ugye aki szokott eredeti népzenei felvételeket hallgatni, sokszor beleütközik abba a problémába, hogy rossz minőségűek, sistereg, nem tudom, serceg, nem pontosan hallani, hogy ki mit csinál egy-egy táncgyűjtésnél, messze van a táncos, nem pontosan látni, hogy mit csinál. Ugye hát ez a technika az alkalmasra teszi arra, hogy a lehető legrészletesebben mindent meg lehessen vizsgálni. Ez ilyen módon egy egyedi fejlesztés, és ilyen módon bármelyik ország, ezt a keretrendszert, ezt átvehet, és a saját hagyományos kultúrájára vonatkozóan használhatja, és akkor ez szintén egy olyan speciális magyar produktum lesz, amit itt Magyarországon lett kifejlesztve, és bízunk benne, hogy jó hírét viszi Magyarországnak. Nagyon köszönjük, hogy megmutattad. Még lenne 1000 kérdésem, de azt hiszem, hogy mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy navigáljon, nézelődjön a folkmi felületén, és hát csodálatos, hogy akár New Yorkból, vagy Sydneyből, bárhonnan ez az egész adatbázis elérhető. Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy bemutathattam, és tényleg én is arra sarkalnék mindenkit, hogy ugye ezt otthon a nappaliból is. Tehát, hogyha ez nem csak a zenetanároknak szól, hanem azoknak a műkedvelő muzsikusoknak is, akik maguk hangszert ragadtak, és aztán szeretnének elmélyedni egy-egy tájegység zenéjében jobban, itt van erre lehetőség, otthon a nappaliból lelassíthatja, meghallgathatja, összejátszhatja úgy a maga szólamát, hogy az kikapcsolja a felvétel, és a többiekkel együtt eljátsza. Szóval ebben szintén millió lehetőség van, hogy mindenki saját magát is képezze ki. Azért, mint a Zene Akadémián oktató tanár, hogy mondjam, hogy ez teljes mértékben nem helyettesíti a zeneoktatás minden egyes részét, tehát nagyon fontos azért a személyes kontaktus is, de hallatlanul, hogy segítséget adhatnak ezek a felvételek. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük!